Azt hiszem, hogy nagyon fontos, mint minden választás ez is, de ez különösen fontos Nagy Kanizsa életében. Arról kell döntenie a kanizsai választópolgároknak, hogy azt a 18 éve tartó fideszes polgármesterséget megszakítják-e végre, ami ezt a várost, ugye, akik ezt a várost vezették, ugye 18 éven keresztül fideszes polgármestere van Kanizsának, és ennek ellenére nem láttuk azt a fejlődést, amit korábban ők ígértek, vagy ígérni tudtak. Még úgy sem, hogy ebből a 18 évből 14 évben fideszes kormány is volt Magyarországon. Ez nagyon jól mutatja, hogy nem az számít, és nem az számított korábban sem, hogy milyen színű a városvezetés és milyen színű a kormány. Ezt az elmúlt 5 évben jó pár ellenzéki városvezető meg tudta mutatni Magyarországon. Az számít, és szerintünk az számítson, hogy ki az, aki felül tud emelkedni a pártpolitikán, ki az, aki plusz szakértelmet és plusz tudást tud adni ahhoz, hogy egy város sikeres legyen, hogy egy város a jó irányba induljon el a következő években. Mi erre készülünk. Úgy állítottuk össze a csapatunkat, hogy abban nagyon-nagyon sok szakterületről érkezett ember. A klasszikus városvédő, műemlékvédő embertől egészen a fejlesztési, gazdasági ügyekben és multis világban dolgozó, napi szinten benne lévő, tehát a cégeket ismerő emberek, kultúrával foglalkozó ember, vezetési tapasztalat, város szervezési vezetési tapasztalattal rendelkező szakember, mindenki van a mi csapatunkban. Én azt gondolom, hogy ez a széles szakismeret, széles tudás biztosíthatja Nagy Kanizsára számára a nyugodt és biztos építkezést a következő években. Mi az elmúlt években többségben voltunk ugyan, de ugye a polgármester személye nem a mi csapatunkból került ki. És azt láttuk, hogy ugye a polgármesternek nagyon-nagyon sok hatásköre és szerepe van az önkormányzati törvény alapján, tehát sok mindenben tudja akadályozni a testület munkáját, és Balog László, ahol tudta, ezt meg is tette az elmúlt években. Ugyanakkor mi bebizonyítottuk azt, hogy felül tudunk emelkedni a pártpolitikán, be tudtuk azt bizonyítani, hogy a város érdeke az első, amikor a víziközmű vagyont például nem adtuk át az államnak, és utólag bebizonyosodott ez is, hogy jó döntés volt, vagy hogy Mészáros Lőrinc cégeitől visszavettük a reklámgazdai jogokat. Utólag bebizonyosodott, hogy ez is jó döntés volt. És be tudtuk azt is bizonyítani, hogy együtt tudunk dolgozni. Példaértékű Magyarországon az az együttműködés, amit Nagy Kanizsán meg tudtunk mutatni az elmúlt években. Erre készülünk a jövőben is, hiszen a csapat magja ugyanaz, és még jobb és még kiváló szakemberekkel tudtuk bővíteni. Most vasárnap, aki elmegy szavazni, és nem az éve jelöltjeire szavaz. Tehát ha úgy akarna dönteni, hogy bármely más jelöltet támogatna, tudnia kell, hogy az mindenképpen a Fideszt fogja támogatni. Hiszen ez olyan a sajátos önkormányzati választási rendszer, hogy ezek a töredék szavazatok tulajdonképpen mindig a Fideszt erősítik szinte. És aki otthon marad, szintén a Fideszre fog szavazni. Tehát én arra kérem a kanizsaiakat, hogy mindenképp menjenek el vasárnap szavazni, és ha változást akarnak, akkor csak is az éve jelöltjeire szavazzanak, az idén városunk és a szövetséges pártok jelöltjeire szavazzanak, és kérem bizalmukat és támogatásukat a polgármesteri tisztségért én magam. Nagyon sajátos a magyar sajtó helyzete. Én már a bejelentő tájékoztató, amikor kiderült, hogy ön lesz a DF frakció polgármester jelöltje, akkor is feltettem a kérdéspontotom, hogy a kormánypárti sajtó kollégái helyett, és azóta hiába volt akkor rá egy válasz, nagyon sokszor lehetett olvasni Balog László közösség oldalán, hogy Horváth Jácint is, most nyilván idézek, nem fog együttműködni a kormánnyal. Nyilván a kormány 26-ig marad. Erről mi a véleménye? Igen, ez egy nagyon hangsúlyos eleme próbált lenni a Fidesz kommunikációjának Nagy Kanizsán. Kvázi ezzel próbálták alátámasztani azt, hogy azért szavazzanak Balog Lászlóra, mert ő fideszes. Ami nevetséges. Ne azért szavazzanak Balog Lászlóra. A kormánnyal való együttműködés számomra természetes dolog. Magyar választók ezt a kormányt választották 2026-ig Magyarországon.
aki Nagykanizsát és a nagykanizsaiak érdekeit kívánja szolgálni, annak kutya kötelessége ezzel a kormánnyal valamilyen módon együttműködni, hiszen Nagykanizsa jövőjéről kell folyamatosan majd tárgyalni, Nagykanizsa fejlesztéseiről és Nagykanizsa működéséről kell tárgyalni ezzel a kormánnyal. Nyilvánvaló mindenben és főleg a politikai alapelvekben nem értünk egyet, de Nagykanizsa érdekeiben egyet kell, hogy értsünk mind a kormánnyal, mind a térség és a város országgyűlési képviselőjével. Tehát az én ajtó mindig nyitva fog állni, és invitálni is fogom a térség országgyűlési képviselőjét olyan típusú megbeszélésekre, ahol kizárólag Nagykanizsa érdekéről tudunk beszélni, és tudunk tárgyalni, mert ez nem csak szerintem neki, hanem nekünk is kiemelten fontos lesz a következő években, és az a cél és az érdek közös lesz a következő években. Aki ismer engem, és a korábbi szakmai múltamból, a korábbi politikai múltamból ismer, igazán tudhatja, hogy maximálisan kompromisszum kész vagyok. Vannak elvek, amiben nem engedek, de vannak dolgok, és ilyen Nagykanizsa ügye, amiben viszont mindenképpen a város érdekeit kell nézni először, és a város érdekei szempontjából kell dolgozni a jövőben.